A több mint egy évtizedes hagyományra visszatekintő eseménynek idén is a Művelődés Háza és Könyvtára Színház terme adott otthont. Az érdeklődő közönség összesen 8 Sárospatakon működő kórus ünnepi műsorát tekinthette meg. A változatos zenei esemény keretében iskolák, intézményi kórusok is felléptek. Így többek között a Görög Katolikus Egyház Romanos Melodos énekkara. A Református Általános Iskola, a gimnázium és teológia egy teljesen új felállásban lépett a közönség elé. Ezek mellett a Bazilika Laudate énekegyüttes, a Református Templom kórusa, a Gaudium Musici női kamarakórus, az Árpád Vezér Gimnázium kórusa és a Művelődés Háza kamarakórusa színesítette az estét. A Művelődés Háza és Könyvtára most már több mint 10 éve szervezi minden évben Ezüst Vasárnapon a városi kórusok közreműködésével ezt az ünnepi hangversenyt, és én úgy hiszem, hogy minden kórus életében ez egy meghatározó alkalom, amire természetesen készülnek, és olyan produkciókat hoznak el, amelyekkel minden korosztályt meg tudnak örvendeztetni, és az ünnepi hangulatot is méltó módon kifejezik. Az esemény legfontosabb célja az, hogy lehetőséget teremtsen a bemutatkozásra a városban működő kórusok számára. Mindezek mellett természetesen a karácsonyi készülődést, illetve a városi gyertyagyújtást szerették volna ilyen módon meghittebbé tenni. Ha az lenne, hogy csak egymásnak énekelnek, az sem lenne igazán baj, mert hisz meggyőződésem, hogy például azoknak a kisgyerekeknek, akik a Református Általános Iskola kórusában énekelnek, biztos élmény lehet hallani, látni azt, hogy na, felnőtt korra esetleg ilyeneket is lehet, ilyen szintre lehet jutni, de mondom, a kórusok közel nem csak egymásnak énekeltek tegnap, hanem egy elég szép számú közönségnek is. Ugyanakkor örömmel hallgatták egymást, én is nagyon örültem, hogy például, hát nekem nem volt meglepetés, mint szervezőnek már, az, hogy a Református Kollégium kórusa ugye most új karnaggyal, illetve karnagyokkal, de hát tudjuk, hogy a Debreceni Kántusnak a vezetője azért országosan elismert szakember, és úgy gondolom, hogy aki itt volt, láthatta, hallhatta, hogy milyen szépen muzsikált. Ebben az évben még szebbé igyekeztek tenni a szervezők a hangversenyt. Ennek jegyében közös fellépésre invitálták a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekart is.